kelleni, bazd meg. Good morning. Mosod a tánc. Zuhás, Gabi. Baszott komoly érzést, te halljátok ezt? Ó, geci, így kellni, bazd meg. Good morning. Úgy érzem, hogy ebben a mai napra ez volt a max. Ez a 6.30, ezt tudtuk ebből kihúzni. Ugyanis ez a gép nem adja fel, amíg nem végez. Mindegy, legalább le lesz nyírva a fű. A szomszédba is. És legalább még hamarabb tudom nektek kezdeni ezt a napi vlogot. Ami nagyon megmutattam, hogy hogy is élek jelenleg napjainkban, amíg nem készül ez az új lakás. Mondjuk egyébként most tegnap hívtak, hogy kész a lakás. Mire ti nézzétek ezt a videót, addigra már nem itt fogok lakni. Viszont ha már ilyen hamar elkezdjük ezt a napot, akkor nézzünk egy kis Netflixet ébredéshez. Annyiba volt jó, hogy felkeltett reggel ez a traktor, mert így neki tudtam ugrani már reggel a videónak, és így már 9 órára teljesen kész is az új kajaflesek rész, ami ezzel, hogy ez elkészült, így a második évadnak is teljesen vége van. Ez az utolsó rész a második évadból. Na de, a mai videó az arról fog szólni, hogy ugye aki látta 2 héttel ezelőtt az Elkötelezem sorozatnak a második évadában az első részt, az tudja, hogy már nem ott lakom, ahol eddig. Nem abban a lakásban lakom már, ahonnan elindítottam a heti vlog témájú videókat. Hogyha ezt a videót esetleg nem láttad, akkor ha visszagörgetsz a csatornámon, akkor ott is van. Nagyon sokan kérdezitek, hogy ez a lakás miért hagyom ott, miért költözök el onnan. Ezt a lakást az én főbérlőm eladta, úgy döntött, hogy már nem akarja tovább albérletként kiadni, hanem meg szeretne tőle válni, el szeretné adni, és lett is rá egy jelentkező, elég hamar, szerintem pár hónap alatt el is lett adva, ami amúgy nem meglepő, mert az a lakás nagyon extra volt, nagyon szerettem ott lakni, de ezt már elmondtam nektek az előző videóban is. Viszont most egy kicsit össze kell magam szedni, mert tényleg még eléggé fáradt vagyok, ugye 5.30-kor keltett a traktor, azóta ülök a gép előtt, nem is mosakodtam, nem mostam még fogat se, szar a hajam is, fel sem vagyok rendesen öltözve, úgyhogy még mielőtt nekikezdenénk ennek a videónak, összekapom magam, és a mai videóban megmutatom nektek, hogy hol lakom addig, amíg nem költözöm be az új lakásba. Ja, ez elég extra lesz. Megmutatom ennek az előnyeit, a hátrányait, meg hogy hogyan élek az elmúlt 2 hétben. Aki esetleg még nem jött van rá, most jelenleg itt lakok kint a Rich Compound-on, ez most már a második, sőt, ez már a harmadik hete, hogy itt vagyok. Igazándiból nagyon sok előny, illetve elég sok hátrány is van annak, hogy itt lakok. Nem is hátrány, inkább egy kicsit olyan komforttalan dolgok vannak itt. Például így most reggel, mivel már nem maradt sima mentes vízem, ezért most szénsavas vízzel kell kezdenem a reggelt. Nyilván egy reggel ki mire vágyik, a legfontosabb nekem reggel, hogy megmossam a fogam, hogy megmossam az arcom, és hogy bevizezzem a hajam, és hogy ezt be tudjam lőni, hogy egész nap komoly legyen a hajam. Na, most mivel itt kint csak kútvíz van, amit úgy nem feltétlen kívánok minden reggel, ezért ásványvízzel szoktam indítani a reggelt, egy jó kis savassal, úgyhogy fogmosás, arcmosás. Egyébként így nagyjából minden reggel pont egy ilyen üvegnek a felét mosakodom el fogra, arcra és hajra. Ez már így a 2 hét alatt már így kitapasztaltam.
Általában így indítom a reggelt. Most viszont megmutatom nektek, hogy milyen kis lakóhelyet raktam magamnak össze a garázsból, ami amúgy szerintem kurva flash lett, nagyon jó vibe, és amúgy nagyon jókat is alszom itt, és utána kitérünk arra, hogy mik a nehézségek. Na, azért ez eléggé komoly kis bunker lett. Aki már látott olyan videót, hogy itt forgattunk, az tudja, hogy eddig ide be lehetett jönni cipővel, bent voltak a koszos motorok, minden. Az egész helyet kipakoltam, felmostam, felporszívoztam, ezt fordítva lesz, hogy felporszívoztam, aztán felmostam, tisztítószerrel áttöröltem, hoztunk szőnyeget, ment a régi lakásba áthoztam a szőnyeget, és most csak is zokniba lehet bejönni. Itt le kell venni a cipőket, ugye itt vannak ezeket, ezeket a cipőimet használom most csak jelenleg. Az összes többi cipőm az el van rakva, ez talán a legjobb cipőm, amit most használok az elmúlt pár hétben. Ebből a bőrömből öltözködöm, ebben vannak benne a ruháim, erre az időszakra. Szóval ide elég ilyen minimál cuccot hoztam ide. Ugye itt látjátok ezt a kanapés részt, itt van fent egy tévé, itt a kanapés rész, itt szoktam így chillezgetni, itt nézem a sorozatokat, itt a laptopon ugye még dolgozom néha, esténként, amikor nincs kezem odaülni a géphez. Ezt a két motort még nem tudtam hova rakni, úgyhogy ezek itt maradtak benn, de ezek most teljesen tisztán itt vannak. És most mutatom azokat, amik újdonságok. Ide hátra összeraktam magamnak a stúdiómat, egész flash. Szóval ez így ugyanolyan, mintha a régi setupomat, ami a szobában volt, beraktam volna ide, csak most nincs ott fent az a tévé, amit még szoktam pluszba használni, de igazából anélkül is meg tudom csinálni a videókat nektek. Ugye itt van még bent egy burners hűtő, ez a polc, ez ugye arra el volt fordítva, ezt befordítottam ide, és az összes többi cucc szinte ugyanígy van itt, és ennek a polcnak a helyére megszületett a hálószobám, ami amúgy egész flagma, szóval ezeket egy fotózásról maradtak meg, és az első nap, amikor itt aludtam, nagyon világos volt, és én nem tudok világosba aludni, nagyon szeretem, mikor korom sötét van, hát itt most ez ugye nem jött össze, de hogyha ide bemegyünk, akkor látjátok, hogy jelentősen sötétebb van itt bent, mint ott kint, szóval így azért egész kényelmes, és így egy olyan hatása van, mint hogyha egy külön háló rész lenne. Ugye ide kihoztam az ágyamat, ez a rendes ágyrész, itt a matracom, meg ide kihoztam az egyik nagy tévémet, és így teljesen, ha így befekszek, azért ez egész flash. Szóval ez amúgy így nem rossz. Amúgy ez nem lesz valami nagy house tour, mert nincs olyan nagy házam jelenleg. Lényegében körbe is értünk, de hogyha innen megnézitek, akkor azért egy elég ilyen kis komfortos dolog, szerintem. Mármint, hogy gyerekkoromban tökre sokat álmodtam arról, hogy milyen flash lenne valami garázsba lakni. Hát nem teljesen úgy sikerült, ahogy akartam, de ez most így átmeneti időszakra szerintem tökre flagma, tök jó, tökre menő. Egyébként azért gondoltam, hogy kitérek egy ilyen részre, mert sokan szoktátok szeretni ezeket az elköltöztem részeket, amik amúgy nem olyan izgik, mert elköltözöl, beszélsz a régi lakásról, beköltözöl az újba, megmutatod az újat. De mivel nálunk volt 2 hét addig, hogy én a régiből kiköltözök és beköltözzek az újba, így úgy gondoltam, hogy én belerakok még egy plusz részt ebbe, és nem fogok kivenni addig semmi a lakást, nem megyek el hotelba, nem megyek át anyuhoz, nem megyek át a tesómékhoz, nem megyek át a barbiékhoz, hanem kiköltözök ide, ami lényegében nem egy lakás, nem egy lakható, vagy hát látjátok, hogy lakható, viszont van pár dolog, ami innen eléggé hiányzik. Hiányzik egy fürdő, hiányzik egy WC, majd a WC-vel hazudtam, ugyanis kint van egy toj-toj WC, hiányzik egy konyha, hiányzik egy mosógép, úgyhogy a szennyeseimet azokat így gyűjtöm, de majd mutatom, hogy hol lesz a mosás ma. Vannak olyan dolgok, amik nagyon jók, tök jó itt kint lenni, nyugalomba, csendbe, minden, viszont nagyon rossz hajnal 2-kor kimenni WC-re mondjuk, úgyhogy kikelsz a meleg ágyból, és mondjuk aznap esik az eső, az kicsit kellemetlen, vagy tök rossz a teraszon fürdeni,
hideg kútvízből, de erről majd a nap második felébe úgy is beszélünk. Annyi még, hogy van fent egy klíma, ami folyamatosan be van nekem lőve 21 fokra, úgyhogy így bent igazániban 21 fok van folyamatosan, ami én igazából szeretek hidegbe aludni, úgyhogy nekem azért van 21 fok, de amikor egyik nap hidegebb volt, akkor beállítottam 23 fokra, 24 fokra, szóval fázni nem fázok, melegem nincs, az ágyam igazából ugyanolyan kényelmes, a dolgozó részem ugyanolyan kényelmes, úgyhogy lényegében amúgy nem rossz, áram van, internet van, úgyhogy amúgy tök jól el vagyok, mondom, inkább a tisztálkodás rész, a mosás és ezek is társai, a reggeli fogmosások, ezek neccesek, de amúgy olyan flash, mint hogyha egy táborban lenne, úgyhogy amúgy így vicces. Na, most viszont, mivel nekem nincsen konyhám, nem tudok főzni, meg alapban se főzök olyan sokat, ezért minden nap járok menüzni mostanában. Ja, meg itt a hűtőm sincsen annyira túltolva. Szóval itt van benn pár üdítő, meg egy dinnye, de ezt majd délután megesszük. Indulás kajálni, utána pedig megyünk a mosodába. A Barbie emiatt most meg fog ölni, mert már napok óta könyörög nekem, hogy vigyem át a szennyest. De úgy vagyok vele, hogy ezt most már végig fogom csinálni így, hogy ne, most ezt megoldom egyedül, úgyhogy összerakom az összes szennyesem, ami összegyűlt így a napokba, és akkor mindent elviszünk kimosni. Egy mosoda, amikor még Marcalba laktam, akkor oda jártunk telenként mosni, ugyanis nem száradtak meg a ruhák a panelba, és ott volt szárítógép már akkoriban, akkor meg nem volt úgy divat, hogy voltak otthon is szárítógépek, de elviszem magammal a gépemet, és így tudok addig még melózni, miközben mennek a ruháim a mosó, illetve szárítógépbe. Úgyhogy amúgy így kellemes, a hasznosra is össze lehet kötni. Azért várom, hogy jó lesz majd, mikor csak kimegyek a fürdőbe, és majd csak oda berakom a mosógépbe az összes ruhám. Kimosom, kiterítem, és nem hátizsákkal kell vinnem a város másik felébe. De hát, ezek a dolgok után tudjuk értékelni igazán azt, ami amúgy normál esetben alap lenne. Valószínűleg nem gondolnátok, de kurva sokan járnak ebbe a mosóba. És mindenki itt hagyja a cuccát, amelyik megy a mosás. Itt pörögnek a gépek. Nekem már a szállítógépe van a cuccom, úgyhogy... Mennyi? Nem soká, fél időben vagyunk, nem soká kész. Amúgy jó flash, egy óra alatt le tudod, de amúgy is van egy csomó dolgom, amiket pont laptopon tudok intézni, meg írni össze dolgokat, úgyhogy egy pont kellemes, a hasznossá is tudom ütni. Egy baj, hogy ez a kanapé baszott kényelmetlen, de ennél nagyobb baj ne legyen. Összeállt itt minden. Elpakolom. És indulás. Jó, amúgy nem volt olcsó mosás, hozzátenném, mert 2000... Mennyi? 2002 volt a mosás, 2003 meg a szárítás. Úgyhogy azért jobb, hogyha van otthon mosógépetek, de így egyszer azt gondolom, hogy belefér. Meg amúgy, ha úgy vesszük, ez nekem nem is tudom hány, hát ez másfél heti. Ugye láthattátok már, hogy nagyjából így hogy lakok, hol alszom, hol eszem, hol iszom. Viszont ugye ennek a jelenlegi lakásnak a leggyengébb része a fürdőszoba, mert ugye az nincs. Úgyhogy, mint látjátok, már lassan meg kell az öcskösnek borotválkozni. Hozok egy állványt. Jó flash ez amúgy szerintem, de már azért már néha már úgy jó lenne, hogyha lenne egy rendes otthonom.
hibátlan. Most viszont még csak negyed hét van, úgyhogy ilyenkor meg nincs fürdés, majd el is fogom mondani, hogy miért. Visszatérünk a fürdőszobába, amikor fürdésidő van. Még mielőtt valaki félreértené, amúgy mondom, a család folyton basztalt, hogy menjek hozzájuk fürdeni, aludjak ott, legyek ott, de úgy gondolom, hogy nekem így jót tesz az, hogy a compoundon vagyok, meg hogy így úgymond túlélem ezt a pár, 2-3 hetet, amíg egyáltalán nem lakom rossz körülmények között, csak vannak olyan dolgok, amik nem a normál életviteli helyzetnek felelnek meg, de amúgy jó flash, esküszöm. Mondjuk az első hét, amikor kiköltöztem, az elég húzós volt, mert ott szakadt vég az eső, úgyhogy akkor azért nem volt olyan jó, de most nézzétek meg! Ennél szebb környezetbe leborotválni a szakállad, és még össze se kell söpörni, mert elfújja a szél. Úgyhogy találkozunk a fürdésnél. Na, srácok, mindazt látjátok, 8 óra, este 8. Ilyenkor már úgy jó vibe van azért. Ezek a legszebb órák egyébként itt kint. Itt a zuhanyzóm, szóval így ezt tudtam így építeni. Ugye, itt jön a cső, ide ez fel van rögzítve, és akkor itt tudom szabályozni a nyomást, és akkor ide állok, és akkor innen kapom a vizet, itt szépen le tudok tusolni, csak ugye az a gond, hogy lényegében a szomszédok így látnak, de erre kitaláltam valamit. Hogyha az amarokkal odatolatok, akkor az amarok platója teljes takarást nyújt nekem, és le tudok rendesen zuhanyozni. Nyilván ebben a videóban most nem pucéran fogok lezuhanyozni, mert van ennek a YouTube-nak elég baja anélkül is, hogy az én habtestemet kelljen nézni mindenkinek. Csak most nem mutatom a koncepciót, hogy szoktam általában nyomni. De amikor mondjuk Debrecenből jöttünk haza, akkor azért elég durva volt ilyen éjfélkor értem haza, akkor nekiállni fürdeni, azért az vak meleg. Na nézzétek, és akkor így egy ilyen zuhany kabin lesz itt. Ide le tudom rakni a tusfürdőmet. Van itt egy ilyen pulcs, amit már nem használok. Lerakom a papucsom, és akkor itt annyi, hogy előre meg kell nyitni a csapot, vagy a slagot, mert ugye ez kútvíz, néha kicsit homokos víz jön belőle, amit ki kell folyatni. Szóval ez azt jelenti, hogy az a kevés meleg víz, ami benne lenne a csapba, az egész napos napsütés után, azt ki kell folyatnom azért, hogy ne legyen koszos a víz. Ja. Ez valahogy így szokott kinézni a mindennapokban. Nyilván ezen a víznyomáson ezen szoktam állítani. Szóval most ez csak addig megy így, amíg ki nem folyik belőle az összes homokos víz. De mondjuk most már 2 hete használom rendszeresen a kutat, úgyhogy most már így ki van tisztulva. De tél után nem volt annyira tiszta benne a víz. Meg kellett feljebb húzni a csöven, és akkor nem az aljára szívja elvileg. Egyébként akkor, mikor ezt a poncsót kanárin vettem, most ebbe a poncsóba vagyok, nem gondoltam volna, hogy ennyit fogom használni, mint amennyit most használom. Kihozok magam ilyenkor mindig egy törölközőt, ezzel nagyjából áttörlöm magam, és utána ráveszem a poncsót, és az alatt így meg tudok törölközni, ugye akkor már nagyon pucér. Úgyhogy általában így fürdök az elmúlt 2 hétben, egyszer volt a barbéknál, meg egyszer a tesóméknál fürdeni, szóval, hogyha úgy vesszük, ja, meg egyszer anyunál is. Szóval ilyen 12 napot köbben fürödtem itt kint minden körülmények között. Nem tudom most hány fok van egyébként, most amúgy még egész jó. De azért fürdök gatyába, hogy a YouTube nehogy tiltson a pöcsöm miatt. Lehetne egy 10 fokkal melegebb. Ide most rakok egy vágást, mert le kell vennem a gatyámat, hogy rendesen meg tudjak fürdeni, úgyhogy mindjárt találkozunk. De só. Amúgy utána, ha már túl vagytok rajta,
baszott komoly érzés. Szóval amúgy nagyon jót ad, ugyanúgy, mint a jegesfürdő, meg minden ilyesmi. De azért kicsit kellemetlenül érzem magam itt pucéran fürdeni minden nap. Na, legalább az a gatyám ki is lett mosva. Amúgy nagyon sok videós nyomja így nomádba, láttam ilyen videókat. Azt nem nekem találták ki szerintem. De így ennyi, ez még pont belefér. Ha hiszitek, ha nem, egész tisztának szoktam magam érezni egy ilyen fürdés után, és nagyon felfrissültnek. Nem tudom, lesz-e még ebben a videóban valami, de amúgy nézzétek meg, ugye mondtam, hogy ebben a videóban szó lesz az előnyeiről és a hátrányairól. Nézzétek meg az előnyeit, hogy itt vagyunk ebbe a naplementébe. Úristen! Szóval ez mi előny, ha nem ez? Majd, hogyha besötétedik, megmutatom, hogy milyen bent a bunker. Mert amúgy ez igazándiból egy bunker. Amúgy az jut róla eszembe, amikor gyerekkoromban még a Barbie-val, meg a tesómmal a mamánál bunkert építettünk. Csak most ebbe a bunkerbe lakok. De amúgy csodálatos. Nem tudom, mennyire halljátok. De halljátok ezt? Hogy nem hallotok semmit, csak békákat, ilyen tücsköket, a szomszédnak az öntözőrendszerét. Szóval ez az a nyugalom. Szóval amit mondtam a videó elején is, hogy vannak előnyei, hátrányai, ez a legnagyobb előnye, hogy olyan csönd van. Nyilván csak akkor, hogyha nem nyírják le 5-30-kor a melletted lévő telken a füvet. Nyilván ezért is volt nekem fura így az első pár nap. Gondoljátok el, hogy 14 éves korom óta panelban laktunk közel 10 évet, utána társasházban laktam, utána még nagyobb társasházban laktam, és most így fura egyszerűen, hogy ilyen családi házas környezetbe, úgyhogy így tényleg itt nem üvölt a szomszéd, nem sír a gyerek, nem ugat a kutya, nem jönnek mindenkihez, nincs hupogás semmi, és ez így fura volt az elején, hogy így amúgy mi a fasz, hogy csak ezt hallod. A nyugalmat, az öntözőrendszert, békákat, néha előfordul egy-két őz itt a környéken, hát beszarás. Úgyhogy ez nagyon extra így ebbe a felállásba. De az elején fura volt ekkora csöndbe aludni, úgyhogy ja, viszont srácok, találkozunk majd a következő lakásból, elköltöztem utolsó részével, de addig még hozzunk nektek egy pár elég extra videót, ha minden jól megy, és készülünk olyan dolgokkal nektek a következő hónapra, hogy be fogtok szarni. Úgyhogy srácok, nagyjatok itt a csatornán, iratkozzatok fel, hogy meglegyünk 100 000 minél előbb. Találkozunk a következő videóba. Peace! Pa! Itt van a span, itt van a span. Teszi a videót ki, és mindenki nézi.